A megszokott helyszínen a Bessenyei gimnázium dísztermében tartotta csütörtök este hagyományos szurkolói ankétját a kisvárdai futballcsapat. Az elmúlt nyárhoz képest jelentős változás, hogy ezúttal mindössze 5 új játékos mutattak be a csapat szimpatizánsainak. Zöldesi Illés, Rubus Tamás, Kisler Patrik, Baranyai Ádám és Claudio Bumba a vezetők reményei szerint segítségére lesz a csapatnak a kitűzött cél elérésében. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, egy év élvonalbeli tapasztalattal a hátuk mögött és a csapat meghatározó játékosainak megtartásával a tavainál merészebb terveket fogalmaztak meg. Megtartani kellett a csapatot, nem pedig új játékosokat hozni, és úgy érzem, hogy a kezdőt figyelembe véve, a tavalyi legtöbbet kezdőként pár labdarúgókat figyelembe véve 100%-osan teljesítettünk, mert minden játékosunk itt maradt, és erre sikerült még olyan futballistákat hozni, és olyanokat elengedni, akik perememberek voltak, akik a jövő emberei lehetnek, illetve a Tamás Rubus személyében, aki most is már konkurenciát jelent az akkori kezdőknek, és én úgy érzem, hogy a keretünk fiatalabb lett, motiváltabb lett, éhesebb lett. Azt nem tudom, hogy mennyivel erősebb, de hogy mindenképpen a tavalyi szintet üti, ez egészen biztos. Tavalyi 9. helyezést szeretnénk túllépni, de ha véletlenül ott leszünk azon a környéken, mert nem látjuk még a csapatoknak az erősségét, az mindenképpen feltűnő, hogy nagyon kevés igazolás valósult meg ebben a szezonban. Új célkitűzéseket fogalmazott meg az MLS, mind a fiatal szabályban, mind pedig a magyar szabály tekintetében. Ezért sok csapat a következő évre, ahol már szintén vannak előírások, arra készül, az igazolások azt mutatják, hogy inkább helyi honi és fiatal labdarúgók kaptak lehetőséget. És úgy érzem, hogy ez a mi csapatunkra is igaz, a fiatalok közül már az akadémiánkról is jöttek föl 3-an, akik közül már lehet, hogy lesz valaki az NB1-ben, aki bemutatkozik, és a keretünk, szűk keretünkben is lesz már található olyan labdarúgó, aki a helyiekből fogja kinőni magát. Mirdusza László szerint a felkészülési időszakra tervezett munkát elvégezték, így nyugodtan várja a rajtot. A vezetőedző elmondta, azt nem tudja megígérni, hogy minden meccset megnyernek, azt viszont igen, hogy az utolsó pillanatig küzdeni fog csapata. Első meccs mindig nehezebb, a legnehezebb ez az első, de szerintem alakul a csapat, már benne van a fejem 90%-a pontosabb, az első 11-es ki lépni fog szombaton a Paks ellen. Nagyon nehéz meccs lesz, ezt tudjuk mi is, de hát itthoni pálya, a saját szurkolom megpróbálok megnyerni ezek a meccs. A csapatkapitány Lukászt több élvonalbeli együttes is megkereste, ő azonban maradt Kisvárdán. A középpályás nem bánja, hogy most már bajnoki meccseken lépnek pályára. Nagyon várok már, igazából ez hosszú volt ez a felkészülés, egy hónap, vagy több mint egy hónap egy kicsi. Sok edzőmeccs is volt, de most jön, amit várunk igazából meccsen, tét meccsen. A kapus Zöldes Illés egy év zalaegerszegi kitérő után tért vissza Kisvárdára, ahol a brazil Felipével és a román Minkával rivalizál az egyes számú mezért. Örültem, hogy egy NB1-es klubhoz tudtam visszatérni. Nagyon szurkoltam, hogy a Kisvárdának, hogy megőrizze az NB1-es tagságát. Eleinte föl kellett venni a ritmust, meg nyilván rengeteg új arc volt, akit meg kellett ismernem, de úgy gondolom, hogy most már sikerült beilleszkedni, és öröm volt az, hogy egy NB1-es közösségbe tudtam beilleszkedni. A Kisvárda a nyitó fordulóban szombaton 19:30-kor a Paks csapatát fogadja a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Zalaegerszeg, Újpest Puskás Akadémia, Molfehérvár Kaposvár, Diósgyőr Budapest Honvéd és Ferencváros Debrecen.